Na, sziasztok srácok! Itt Árti, és folytatjuk a Farmers Dynasty-t. Mára azt terveztem, hogy egyrésztről elugrunk ide, és veszünk ilyen Fertilexet, hogyha van nekik, vagy akkor csak sima trágyát, ha nincs. Illetve az Old Millnél eladjuk az összes búzát, amink van. Ez a mai rész egy kicsit rövidebb lesz. Ennek az az egyszerű oka van, hogy költözés kellős közepén vagyok, és segítenem kell benne, de hát ilyen az élet, ember tervez, élet végez, úgyhogy ez az oka annak, hogy a mai egy kicsivel rövidebb. Mielőtt nekivágnánk, még mindig él a felhívás, hogyha összelegózzuk az 1000 feliratkozót, akkor minden YouTube bevétel 25%-a egy általatok választott jótékonysági szervezethez fog eljuttatásra kerülni minden hónap elején. Ennek feltételei: politikai pártok és egyházak nem vesznek részt ebben a felhívásban, nekik nem utalunk, ők oldják meg maguknak. Ellenben beteg gyerekek, állatmentés, hajléktalanok, betegségkutatás, bármi. Bármi más játszik. Úgyhogy srácok, ne húzzuk az időt, mert nincsen belőle olyan hű, de nagyon sok nekünk. Vágjunk is bele. Itt a kolléga, ha jól látom, éppen veszett mód trágyázgat. Én pedig még gyorsan előtte a telefonomat lenémítom, kiadom a jelet, hogy Árti bácsi at the moment nem elérhető. Egy pillanat. Úgy. Nagyon jó. Na! Akkor, mi kell nekünk? Kell nekünk egyszer a kocsimbe belepakoljuk a búzát, mint a kolléga ugye csinálja a plowingot. Menjünk. Fel kéne idéznem, hogy melyikbe kell belerakni a búzát. Ugye ezzel szedtük le. Ez lesz majd az. Kell nekünk egy traktor. Hol van az én traktorom? Itt is van. Jó. Értem. Nem véletlen, meg kiszedtem. Na, szóval... Itt, atacs megvan. Jó. Már is nem tud leakadni. De várjál, nem itt van a kijöveteli része. Itt jön ki belőle. Ha! Na, és akkor ez hogy? Bírom működéssel. Ja, a silóban van a cucc. Jó, nagyon éhes vagyok, jó. Itt van egy kis tejet, remek. Na. Ez most nekem így nem kell. Ezt engedd vissza. Ha nem jó szögben áll.
A-A-I. És ez magától eláll majd? Jó, 4200 kiló búza van benne. 100%-ban tele van. Reméljük, hogy nem szólódik ki. Úgyhogy először megyünk és eladjuk a cuccost. Pontosabban nem, mert először megyünk. És próbálunk venni trágyát. Tenga, 85%, jó. 4200 kiló húza. Mennyi van vajon a silóban? 3690 van. Jó. Oké. Az szuper, az pont elég lesz mindenre is. Ja igen, a másik, amit akartam mondani, srácok. Ezen a héten viszonylag limitáltan leszek. Ja, ahogy mondtam, költözés van folyamatban, illetve a költözéshez párosul még két darab macska is, ami hát nyilvánvalóan megbonyolít egy-két dolgot, mert hát minden macska király kisasszony, még az is, amelyik nem. Tehát ezt az állatorvos remek beszabott videója óta tudjuk. Úgyhogy még azzal is lesz egy kis dolgom. Ott még kell intéznem egy-két mindenfélét. Úgyhogy előre is elnézést, hogyha nem lesz megfelelő mennyiségű a content a hétre. Próbálom megoldani a dolgokat, próbálok mindent szervezni közben egyszerre. Segíteni páromnak a pakolásban, a macskákra odafigyelni, és még 16 000 másik dolgot próbálok közben egyszerre én is csinálni. Ezt el tudjátok képzelni, hogy párom mennyire meg van készülve ettől. De igyekszünk. Na! Animális fertilizer. Itt fertilizer az nincs egyáltalán. Seedből kanola és a tü-tü-tü-tü-tü. Ez biztos nem kell. Barley a másik, ami kellene amúgy greenhouse-ba. Paradicsom seedlingem az van. Bell pepper seedlingből vegyünk. Ne 100-at, hanem kevesebbet. 9-et. Chili magból 12-t. Ez 85 euró. Majd megvettük, jó. És akkor állatból... Még veszünk 5 darab tyúkot. Jó, aztán majd így a fölösleg az majd eladásra kerül automatice. Jó! Oké, úta fel. Irány az öreg malom. Ide. Ilyen útvonalat kell menjek. Balkanyar. Elsőnél jobbos, a másodiknál jobbos. Jó. Az R betűt véletlenül sem nyomjuk meg, mert akkor bukó a búza a picsába. Megvan mind a 4200 kiló. Ah, így fokkal jó. A haladunk jó lesz ez. Itt le kell majd egy szigorú balos csapatni.
Viszonylag röviden. Viszonylag közel van. Tyúkot azért vettem, mert hogyha ne adj Isten egy tojás kikelne és abból pipi lenne, az automatikusan akkor eladásra kerül. Tehát automatikusan lesz plusz pénzünk, plusz több tojásunk lesz, több kaját tudunk belőle készíteni, úgyhogy ez ezért lenne nagyon hasznos. Ha ezt a rengeteg mindent eladtam, akkor meg fogom megint nézni, Old Wheatfordba érkezünk, hogy mi a másik, majd ott, ha ott leszünk a malomnál, meg kell nézni, mi a másik, amit ott el lehet adni a búza mellett. Illetve, hogy annak jobb-e az árfolyama. Nyilvánvalóan azt fogjuk termeszteni, amelyiknek jobb az árfolyama. És majd egy közelben lévő szabad hölgyeményt fogunk elkezdeni fűzni. Ez volt a második balos, úgyhogy elvileg most egyenesen kell mennünk, aztán az első lehetőségnél befordulni jobbra. Amit a farmok után lesz valahol. Kőkemény 23 km per órában hasítunk, mint a veszedelem. Száguldunk konkrétan. A következőre. Majdnem átmentem ott. Ja, megnéztem a térképet, hogy hol is kellene ám nekem lefordulni. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog menni. Trágyátok nem árultak, nem láttam trágyát. Úgyhogy ez nem. Bocik vannak. Majd megnézzük, hogy itt lehet-e venni valami finomat, ami akár nekünk hasznunkra válhat. Bocikat meg megpróbáljuk nem elütni. De hát nyilvánvalóan lassú ez a traktor. Fejleszteni kell majd. De a bocikák, a Riska meg a többiek leszarják, hogy itt vagyunk. Új quest. Van itt az Old Millnél. Mi az az új quest? By the way. Az az enyém. Hát majd igen, megyünk és beszélünk a tulajokkal. Old Hills Mill. Na, az akkor ráadásul hegyen van. Sybil, and who might you be? I live... Well, barely. We try to make eco flour and sell it to bakeries, but farmers prefer to sell grains elsewhere. Ah, én neked adok el mindent. We even prices as much as we could afford it, but still not many people visit us. Na, én leszek a ti emberetek. My grains for a better price? Ez a bio, öko szírszat akarnak. Yes, at least for a time being. Visszat akarnak gyártani. And remember, we take wheat and barley is emeltek. Only. Barley, wheat It's és good barley. To know. I'll keep that in mind. Well, hope Jó. to see you soon. Jó, na, hát most annyira soon see me. If you brought some wheat or barley, just pour it to the chute. Jó. Várjám, azt most jött még egyszer. If you brought some Igen. wheat or barley, just pour it to the chute. Jó, csak öntsem You'll be oda. Be paid by amount right away. És azonnal ki is leszek fizetve. Aszó. De úgy fordul, ahogy neki kéne.
most jó. Direkt másik irányba tekerem. Fasz van veled. Nézd meg, elforog a büdös anyja. Miért forog el? Jó. Hát akkor... Kávé jó. És ott van fantasztikus mennyiségű pénz. Vissza is engedjük. Jó, el is adtuk a cuccost. Kérdés... Mi ez a quest, ez meg is volt ezzel? A barley-t azt drágában lehet eladni. Jó. Ezt venni lehet. Ezt is. Gas station, buszállomás. Grains and bales, itt nem látok fertilizert. Na, de útba esik hazafele, úgyhogy megnézzük. Kimegyek a főútra, megyek egyenesen, és a második kanyarnál jobbra. Jó. Oké. Okay. Hop, 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 hop. Főút másodiknál jobbra. Jó. Most itt csináltunk magunknak 2500 eurót. Még egy adagot itt el fogunk adni. Tudom, hogy hogy fér bele, de... Először megpróbálunk venni fertilexet. Mire hazaérünk, a srác már végzett valószínűleg a munkával. Jó. Gyöngyös Heidelberg-t kalt, hogy Field Heels. Jó. Jó, közben ott a kultiválást elindítottuk. Hát Old Wild Ford, igen, de itt már jártunk. Annyival is beljebb legyünk. A srác csinálja most meg nekünk a kultiválást. Most azt nem mi intézzük. Ki kell használni az időnket, mert az idő pénz. És akkor a másodiknál megyünk jobbra. Na igen, szóval amit elkezdtem volna mondani, csak egy kicsit fegyetékkal élő vagyok sajnos, az az, hogy ha minden igaz, akkor szeptembertől fog történni az, hogy minden hét péntekén lesz élő stream a YouTube-on. Ezt úgy képzeljétek el, hogyha működne a naptár a telefonomon, hogy szeptember 8-ától indulunk, szeptember 1-ét azt kihagyjuk, szeptember 8-ától péntek esténként stream lesz itt YouTube-on élőben. Úgyhogy akit ez érdekel, az írja be a naptárjába.
Feltehetőleg, hogyha a terveim jól alakulnak, akkor ez pénteken hát úgy fél hat-hat körül kezdődne, és egy olyan hát ha fél hatkor kezdünk, akkor hétig, fél nyolcig mindenképpen szeretném tolni. Úgyhogy én ezt tervezem. Most hol járok, várjál. Igen, ja, ez. Azt a boltot úgy lőjjed veszünk. Na, akkor jól láttam, még egy 500 méter is ott vagyunk. Jártunk már. Azt hiszem, hogy itt nem fognak árulni. Majd rá fogok keresni majd, hogy hol árulnak Fertilexet. Csak eladni lehet? Igen, itt csak eladni lehet, bár bálát tudok venni, ha akarnék. Esik útban még valami. Greenhouse for sale. Silo for sale. Building material. Gas station. Bus stop. Vehicle store. Greenhouse for sale. Aha. Semmi. Jó, hát akkor viszont hazamegyünk. Jó. Az kurva jobb, nem ezt akartam. Itt ezt akartam. De az ott, na. Jó, új, köszi. Az rendszeresen megfingott. Jó, megvolt a plow. Magyar szavakat kéne használni, mert ha tudnám. De elszántottuk a földet, megvolt a talajlazítás is, mondjuk így. Már csak be kell trágyázni, és vetni kell. Ezek a feladatok maradtak hátra. Ott van a PTSD és DHL-es kis busz. Hát igazából, mindegy. Nem igazán számít, milyen útvonalon közlelítek otthonra. Abba valaki belenyúlt. Nem én voltam. Viszont itt levágjuk ezt a kis kanyarinket.
azok már az én földjeim. Ott látjátok? Ott is van. José Armando Miguel Jesus már dolgozik is, mint egy jóra való munkásember. Az most rasszista volt vajon? Nem tudom, nem értek a lovakhoz. Na mindegy, a kolléga dolgozik, az a lényeg. Szkannola, ugye? Várni kell majd. Ha? Király vagy, Miguel? Jól csinálod? Hát azért ismerjük el. Pay credit where it's due, ugyebár. Jó. Na, ja igen, a tikokra nézzünk csak rá. Nézzünk csak rá a tukokra. Megjött a puci. Ja, azt a hármat ott hagytuk, hogy hát ha lesz belőle kukuriku. Hát ha lesz belőle pipipipi. Hatokat tessen megnézni. Azt mondja, hogy 9 tyúkom van. És 3 tojást itt hagytunk nekik. Jó. Oké, okay, akkor még ami talán belefér. Van a map, ez egy vehicle store, gas station, az nem kell nekünk. Ez lesz a célunk. De a kocsival megyünk, mert végre össze kéne szedni az autót. Egyenes. És a másodiknál balra. Jó. Egyenes, és egy... másik nem van. Jézusom, mi ez a szágoldás? Ötvenkilenccel száguldunk, hát tépünk, hasítunk, mint az őrült. Száguldás, Porsche szerelem, száguldás. Így. Da-ra-ta-da-ra-ra-ta-ra-da. Átvenik a másik sávból, bocsánat. Már ha még tudnám is a szövegét, az mennyit segítene, ugye, ugye? Veszetés közben nem telefonálunk, még akkor sem, ha videójátékozol, SMS-eket sem nézegetsz. Esküszöm, bazd meg, azt hittem, hogy gyorsabban megy, és pont akkor így bevágok mögé. Na mindegy. Na igen, ez már tempó, ecsém. Ez már sebesség. Sikerpénz, csillogás, száguldás. Jobban stresszed, hogyha megállsz, félreállsz. Kiszámíthatatlan őrült vagyok. Vagy matériál volt. Hűtte! Look at it closely. Ja, így érted? Jaj! Hű! Ja, hogy így is lehetne.
ez a beltéri részleg, ez meg itt a kültér. És állítólag lehet napelemet is venni, az hol lehet? Metal roof plate. Nagyon király. Ilyes vagyok? Egy csöppet. Nem erre gondoltam, Johnny. Így, erre gondoltam. Jó, 17-28 van. Most nem az IRL-ről beszélünk, hanem a játékban. Vigyük haza a kocsit, jó? Fetch-questek vannak, jó. Jó, ide jövünk kocsival, és hogyha látjuk a blökit, akkor mondjuk neki, hogy szia. Főút jobbra. Legalábbis kellene lennie a kutyinak. De most sehol sincs itt a közelben. Inkább hazajöttem. Szasztok, tikok! Mi a helyzet? Hogy vagyunk, kérdezte rá Hádáreltás, jó vagyunk, viccelődött a nép. Úgyhogy velük ezt megbeszéltük, hopp, na. Mert előre, úgy. Felfencájt! Egy hétig? Ott van, rest for a week. Hétig pihenjek, hát és mit csináljak addig? Nem történne semmi. Hagyjam. Ha ott hagyom, az úgy működik? 9 van még kindig. Hagyjuk, jó. Csak lesz belőle valami. Menjünk be a konyhába, alkossunk valami finom étket. Mi az egyetlen elérhető dolog lesz, az ez. Mert ezt többért lehet eladni. 19, az szép.
Jó, remek. Menjük ki, nézzük meg a kutyát. Jó. Megnézzük a Blackit. Ajtót be kéne csukni magad után. Wow! Uff! 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 Hát így nehéz lesz négy egymás követő napom spanolni a wuffa, hogyha nincs ott. Ott volt múltkor. Okay, I guess. Jó. Én csak a blökit keresem, de nem. Ne. Nem wow. Cit, nem az a másik. Ában meg. Nem látom a kutyát. Jó, hát elmegyek, fogok egy halat, aztán jóló. Aztán itt a vége, fuss el véle. Mi megvehetjük a halas receptkönyvet, hát ha az ad nekünk valami kis pluszt. Mert nincs hangja. Itt zúg a nagy folyó. Addig mentünk, hogy kihúztuk. Most mi történik? Direkt nem húzom. Opa! Töp. Jó, kifogtuk. Fogás, kapás van. Jelentem, kifogtuk a halat. Fogjunk még egyet-kettőt. Nyomba kell tartani, vagy kattintgatni? Esküszöm, nem emlékszem rá. Mit fogtunk? Semmit. Nem értem a mechanikáját a fishingnek. Kattingattam.
És fogtam halat, aha. És kipróbáljuk úgy, hogy majd nyomva tartom. És akkor lesz egy definitív válaszunk. Mert ha lesz egy újabb hal, olyan hüle, hogy oda hal. Most nyomva tartom éppen. Na, így is fogtam halat, jó? Van három halunk. Süssük meg! Meg kell sütni a halat. Na, meg majd becsajozni. Ó, de szép baleset lesz. Hal aromás olajban. Na, készítsed el. Jó. Na, akkor ránézek még az üvegházra, és akkor jóló. Aztán a földet majd trágyázzuk. Engedjed neki, ezt csukja be. Oké. Na, hogy vagyunk, hogy vagyunk? Növögetnek szépen. Ez bell pepper. Ez is itt végig bell pepper, és ez meg a paradicsom lesz. Chili magokat elvetjük. Öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy. Jó. Chili magot elültettük. Peppert is ültetünk még. Azt is. Nincs nálam több? Úgy látom, hogy nincs nálam több. Nincs. Jó. Jó, elültettük a chilit. Elültettük a kaliforniai paprikát. Még több kaliforniai paprikát. Szerintem itt most pára ügyileg jók vagyunk. Jó, abból lesz cucc. A kis Hermész Konrád ezt megcsinálta. Úgyhogy már csak trágyázni kell. Ebben hogyan pakolom bele a szart? Gondolom, ide kell állni vele. A villanyt azt égve maradt, de... Köszönjük, végre. Jó, azt is csuk be. Azt is csuk be. Azt is. Azt is. Mit hagytunk még nyitva? Tárva nyitva van a hely, gyerekek. Hát csak az nem jön be, akinek nincs kedve. Ez trágyaszóró. Ez a fertilizert osztja. Jó. Na jó van, gyerkők, mindjárt egy pillanat. Várjatok, gyors helyzetjelentést kérek a szebbik felemtől.
Jó, úton vannak az első körrel, úgyhogy gyerekek, én nagyon szépen köszöntöm a megtisztelő figyelmeteket, mint mindig. Ha gondoljátok, a csatorna működését egy like, illetve egy feliratkozással tudjátok megtámogatni. Ez abszolút mértékben rátok van bízva, én azonban hálás vagyok mindennemű támogatásért. Mit intéztünk ma? Haladtunk azért valamit szerintem. Mit intéztünk ma? Elintéztük azt, hogy az egyszem mezőnk az most már kultiválva is, úgyhogy mi fogunk trágyázni majd. Ez tehén szarral fog megtörténni. És utána pedig barlit fogunk rajta vetni. Az fog megtörténni. Barli vetés lesz. Hú, ez kurva drága. Úgyhogy ez nem fog megtörténni. Jó? A barli az elfelejtettem, hogy mi volt magyarul, sajnálom. Ezen túl ezt a három toglit következetesen ott fogom hagyni. Van összesen 1000 kiló tehénszarunk, tehenet is kellene majd venni. 40 liter benga van még elrakva, ezt a plusz 3690 kiló húzát még el fogjuk majd adni, úgyhogy ez jó lesz. A greenhouse-ban van a 20 kaliforniai paprikánk, 12 chilling, a páratartalom perfekt, és 10 darab paradicsomunk, úgyhogy remegőt érdekkel várjuk, hogy a paradicsom megérjen végre. Még annyit megnézhet, nem nézünk meg, uralkodj magadon, az idő pénz, stb. Stb. Itt van a kis cica, legyen neve Bocó, úgyhogy nem, hát a picire van, hogy... Szóval a picivel... Ja. Szóval innen fogjuk folytatni, srácok, jó? Én nagyon-nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, a feliratkozást, a lájkokat, a megosztást, ha gondoljátok, észrevételeiteket pedig mind, mindig kedves és kulturált verzióban várom szeretettel a komment szekcióban. Találkozunk legközelebb, addig is ne felejtsétek, Arti szeret titeket. Hello! Ja, és szeptembertől péntekenként élő stream!